Nem a jogállamiságról, sokkal inkább a bevándorlásról szól az Unió és Magyarország vitája a miniszterelnökséget vezető miniszter szerint. Deutsch Tamás pedig közösségi oldalán azt írta, Brüsszelnek az a célja, hogy 10 000-es nagyságrendben Magyarországra kényszerítse a bevándorlók befogadását. A stúdióban Deutsch Tamás. Jó estét, képviselő úr! Csodálkoztam, hogy nincs szakálla. Milyen rég találkoztunk. Hónapok óta nincs már. A magyar kormány a 2020 júliusi Európai Uniós csúcson megelőlegezett álláspontját erősítette meg akkor, amikor bejelentette, megvétózza a költségvetés jogalkotási csomagját. Napok óta arról beszél nagyon sok megszólaló itt a műsorban is, és általában a politikában is, de még a BBC Hard Talkban is beszélt az igazságügyi miniszterasszony arról, hogy milyennek a magyarázata. Hogy mivel magyarázza ezt a magyar kormány, és mivel indokolja a jogállami direktívák számonkérését az Európai Unió 25 tagállama. Ha egyetért velem abban, engedjük el ezeket az indoklásokat, mert ezeket még annyit fogjuk hallani, és annyit hallottuk ezután, és a két fél mennyire másként látja azt, hogy Magyarország és Lengyelország nem utolsó sorban, hogy működik, és hogy látják ezt a két kormányban. Hanem inkább az érdekel engem, hogy hogy lesz az úgy, hogy nem lesz ebből zsákutca egyik vagy másik, vagy akár mind a két fél számára. Hogyan lehet ebből tovább lépni ebből az ügyből? Milyen utakat lát a magyar kormány, vagy milyen utakat lát a Fidesz EP delegátusa? Hát két Európa szerte lelkesen üdvözölt néppárti politikus bölcs iránymutatását tudom mindenkinek figyelmébe ajánlani. Az egyiküket úgy hívják, hogy Jean-Claude Juncker, aki szinte, hogyha beadná a DK-ba vagy a Momentumba a tagfelvételi kérelmét, akkor is melegöleléssel fogadnák. A másikuk Donald Tusk, aki az Európai Néppártnak az elnöke, akit szerintem még liberálisabb és még baloldalibb magyarországi pártok is örömmel fogadnának a tagjai sorába, és mind a ketten, az egyikük, Juncker úr 2017-ben, Tusk úr 2018-ban azt mondta, hogy azon az úton, hogy szubjektív, az önkényeskedésre lehetőséget adó politikai feltételeket támasztanak uniós támogatások igénybevételére, és a kettőt összekapcsolják, tehát az önkényes fellépésre lehetőséget adott politikai feltételeket és az uniós pénzek igénybevételét, ezen az úton nem szabad elindulni, mert egyikük, Juncker úr azt mondta, hogy ez szétveri az Európai Uniót, Donald Tusk pedig azt mondta, hogy ez kikerülhetetlenül olyan büntetéseket jelent egyes tagországokra, amely büntetések egyébként az európai eszme, a lojális együttműködés elvével ellentétesek. Tehát azt tudom mondani, hogy 2-3 évvel ezelőtt ezek a kiváló férfiak megfogalmazták, hogy mi a megoldás, tilos egy olyan helyzetet előidézni, amely helyzet egyébként a keleti önkény idejében volt jellemző. Éppen őket idézi, hát rengeteg vitájuk volt pont ezzel a két jeles politikussal. De nem azt jelenti, hogy egyébként minden, amit mondtak vagy csináltak, az ne lehetne üdvözlendő. Tehát azt tudom mondani, hogy ehhez az állapothoz kéne visszatérni, ahhoz az állapothoz, amikor Jean-Claude Juncker az Európai Bizottság elnökeként fogalmazta meg ezt a véleményét, Donald Tusk pedig az Európai Tanács állandó elnökeként, és lelkesen támogatták a bizottság részéről, az Európai Parlament többsége részéről, illetve a tagországok részéről. Aztán történt valami, hogy mi történt, akkor most itt az ön által elengedett érveket kéne elmondanom, de hát mégis egy mondatba talán hadd idézzem ide. Annyi történt, hogy gyakorlatilag egy olyan állapotot idéztek elő, hogy az az ország nincs rendben, az az ország az nem kóser, az az ország az nem működik európai módon, amelyik nemet mond a bevándorlásra, és csak az az ország van rendben, csak az az ország működik jól, csak az az országgal szemben nincs kifogás, amelyik befogadja a bevándorlókat, amelyik bevándorlási politikát. Nem egyszerűsíti le nagyon ez a képletet? Mert hogy pont nem erről beszélnek. Tehogy nem erről beszéltek. Ma volt az Európai Unióban minden ugye videókonferencián keresztül van, tehát nem személyes részvételrel, egy high level meeting, tehát nagyon magasrangú uniós vezetők részvételével az előttünk álló időszaknak a bevándorlás politikájáról volt egy tanácskozás. 2015-16-os szövegeket mondtak el újra. A bevándorlásnál jobb megoldás nincsen, az integrációra kell helyezni a figyelmet. Egy szó nem esett
a nizzai, a párizsi és a bécsi terrorcselekményekről, egy szó nem esett arról, hogy a nizzai mészáros az néhány héttel korábban civil migráns taxisztató hajóval érkezett Lampedusára, ott elbírálták a menekült kérelmét elbírálták, azt mondták, hogy nem jogosult, kiutasították az Európai Unióból, majd fogta magát is a kiutasító papírral, a hatóságok szem elől eltűvel, Nizzába, és ott pedig gyilkolt. Tehát ez nem egy bonyolult, egy egyszerű dolog, egy nagyon bonyolult kérdés. Ez nem egyszerű dolog, mint hogy az összes többi is nagyon bonyolult. Azért nem akartam ebbe belemenni, hogy most ezt vitassuk meg, mert ezen annyi vita lesz még, és hát ha jól tudom, akkor ön hozzánk is jön egy ilyen hozzánk jön eleve egy ilyen vitára, csatba, hétfő este. Végre meghívást kaptam. Az egy éles vita lesz majd remélhetőleg. Na, viszont, Manfred Weber azt mondta az Európai Néppárt képviselőcsoportjának vezetőjeként, hogy maximálisan támogatják a jogállamisági klauzulát, amit beépítettek, és egyhangúnak mondta a néppárti kiállást emellett. Ami nekem azért furcsa, mert már szavazati joga most a Fidesznek éppen nincs a néppártban, de a képviselői a képviselőcsoportban ott ülnek. Önök is egységesen beálltak ebbe a sorba? Rosszul emlékezett a frakcióvezető úr arra a frakcióülésre, ahol egyébként a megszólalók fele pontosan a ön által idézett, én szándékosan nem is használom ezt a kifejezést, ezt a politikai zsaroló eszközt kritizálta, Szájer József és Győri Enikő is kiváló felszólásban. Egyébként megközben van egy chat fórum, még mások által is megtámogatott módon, tehát annak rendje és módja szerint, ahogy évek óta a néppárton belüli fórumokon, a parlament minden szakbizottsági ülésén, plenáris ülésén elmondjuk, mondom még egyszer sokáig Junckerrel és Tuskkal együtt, egy irányban érvelve, hogy ez szörnyű, ez rossz, ez egy képtelen állapot. Ezt érted, akkor a fejlőben miért mondja az egyhangúságot? Kérdezem az őt, hogy miért de hogy én nem fogok ilyen csúnya dolgokat mondani, egy ilyen... De ennyire nem lehet valakinek rossz a memóriája. De hát valószínűleg akik a tweetjét írták, azok nem emlékeztek. Na mi lehet a további út? Ugye van egy követelése a magyar kormánynak, mégpedig az, hogy akkor szavaz együtt a másik 25 tagállammal, és Lengyelország ugyanígy tesz, hogyha ezt a jogállami klauzulát kiveszik ebből a finanszírozási rendszerből. A másik 25 tagállam a jelek szerint igen egységesen azt állapítja meg, hogy erről nem hajlandó. Ez egy eléggé megmerevedett álláspont, de most kezdődik igazából a tárgyalássorozat. Milyen mozgástere van a Fidesznek és a kormánynak ebben? Megint azt tudom mondani, hogy persze egy izgalmasnak is mondható téma, és akkor fantasztikusok fejtéseket lehet megfogalmazni, de hát ugyanezt mondták a nyári európai csúcs előtt is. Pénzügyi kérdésekben sem lesz megállapodás, mert olyan távol állnak egymást, hogy főleg ebben a kétségkívül voltak ilyen hangok. És egyszerűen mi történt? Lett megállapodás. Tehát a válaszom nagyon egyszerű. 2020. júliusában az Európai Unió közös döntéseinek a meghatározó részét meghozó szereplők, mert azért azt lássuk tisztán, az erő jogi értelemben, az alapszerződés értelemben és a tagállamoknál van, a tagállamok állam és kormányfői 2020. júliusában megállapodtak, elfogadták a Junckeri és Tuski iránymutatást, nem kapcsolták össze önkényességre lehetőséget adó politikai feltételességet és az uniós források felhasználását, hanem azt mondták, hogy az uniós források felhasználása kapcsán a pénzügyi érdekek védelmét kell erősíteni, valóban még csiszoljunk azon, hogy szabályosabb legyen a pénzfelhasználás. Ezt a megállapodást egy másik uniós intézmény, az Európai Parlament több hónapos, kőkemény aktamunkával és zsarolással megváltoztatta. De ennek mi a magyarázata? Mert abban az Európai Parlamentben az önök néppárti képviselőtársai is erre szavaztak. A néppárti frakcióban is többsége van ennek a... Tehát ez megbélyegzi a magyar és a lengyel gyakorlatot. Ennek nyilván van valami magyarázata, ha a sajátjaik is így járnak el. A magyar és a lengyel gyakorlatot bélyegzi meg. Most már a megbélyegzésbe kezd belejönni Bulgária. Már a felkészülés a cserepadon ott ül Szlovénia, és egyébként már Bulgáriát követően és Szlovéniát megelőzően már Horvátország is. Hát ez így működik. Hát nyugat és kelet között van különbség. És nyugat-kelet harca lesz a végén? Nyugat-kelet harca van most. Mert ebben úgy látszik, hogy a szlovákok és a csehek nem akarnak részt venni, mint hogyha ők megpróbálnának ebből valamilyen módon kimaradni. Én úgy látom, hogy olyan ösztűz zúdul uniós intézmények részéről a cseh miniszterelnökre, hogy csak na V4 mindegyik ország a tűz alatt van. Hát a lengyelek tűz alatt vannak, mi tűz alatt vagyunk, a szlovákokkal egyelőre
kesztyűs kézzel bánnak, de ideig óráig, és a cseh miniszterelnök, hát bibliai utálatos az uniós intézményeknek a személyében az ő, aki egyébként vállaltan, most olyan dolgot fogok mondani, mivel nem akarom megsérteni Babis urat, de hát ő egy sokkal tehetségesebb, sokkal jobb teljesítményű, tud egy nagy vállalkozó, mint Gyurcsány Ferenc volt. És most egyébként utólag hirtelen felfedezi ezt az Európai Uniós intézmények, és számon kérik rajta, egyébként volt korábban üzleti tevékenysége, és most sem szántotta fel, és jóval nem vetette be ezeket a cégeket, bár ezeknek a cégeknek az irányításához semmi köze nincsen. Hát olyan támadás alatt van, hogy ma egy uniós intézményben nem Orbán Viktor van leginkább megtámadva, hanem Babis, cseh miniszterelnök, dehogy nem. Amelyben... A bulgároknál van a bulgáriai jogállamiság helyzete című napirendet kellett megtárgyalni az Európai Parlamentnek, baloldali frakciók már Európai Parlamenti baloldali frakciók javaslatára. Ha azt a szöveget, amit ott végül elfogadtak, abból kivesszük a Bulgária kifejezését, és behelyettesítjük Lengyelországot vagy Magyarországot, akkor változatlan tartalommal elfogadható. Ha úgy dönt a tanács, mert nagyon megy az időnk is, valamire mégis jutnék, ha úgy dönt a tanács, hogy ezt a jogállami mechanizmust megszavazzák, ahhoz nem kell csak minősített többség a tanácsban. Igen. És nem foglalkoznak a költségvetéssel, meg a támogatással, mert azt majd eljátsszák másként. Akkor eléggé eszköztelen marad a magyar kormány, mert hát a költségvetés elfogadása nélkül is lesz költségvetés, sőt, talán Magyarország még jobban is jár, hogyha az eddig érvényes költségvetési paraméterek szerint kapja például a támogatást, mint a következő 7 évi tervek szerint. Ez így egy, hát, elfogadható menetrend? Nem, ilyen lehetőség nincsen, tehát ezt azt tudom mondani, hogy ez még elméleti lehetőségként sincsen, de a gondolati játékként csak most ironikusan azt tudom mondani, mert sokan vetik fel ezt a kérdést, tehát akkor ezek szerint Cseh Katalin, meg Donát Anna, meg sok más jeles baloldali európai parlamenti képviselő krokodilkönnyei, akkor azok nem megalapozottak, mert hát ezek szerint akkor az MFF hiányában, a 2021-es költségvetésben, ha a 2020-as költségvetés egy 12-es logikában megy tovább, akkor ezek szerint mégis kap Magyarország pénzt. Tehát olyan mennyiségű nettó hazugság, csúsztatás jelenik meg, amivel kapcsolatban remélem majd a hétfő esti műsorban egy picivel több idővel érdemes le ezeket szétszálazni. Picit próbáljuk majd beszélgetni ezekről a kérdésekről. Jó, tehát... most viszont az egy órás műsor lesz, ott több időnk van. Ez a mostani, ez most jár le. Egy utolsó mondatot azért még. Biztos megegyezik Magyarország az Európai Unióval, vagy nem feltétlenül cél, hogy bármi áron megegyezés szülessen? Magyarországnál a magyar polgárok elsőprő többségének támogatásával Európai Unióbb barát ország kevés van az Európai Unióban. Az a helyzet, hogy mi nem vagyunk hajlandóak azt elfogadni, hogy a baloldal az szépen sorba kiléptesse az Európai Uniós országokat az Európai Unióból, és belekényszerítse egy európai birodalomba, amit Európai Egyesült Államoknak hívnak. Ez a tét. Ma mi az Európai Uniót védjük, ez maradjon meg Európai Unióként, az alapító atyák értékei mentén, annak a szellemében, és a baloldal pedig erőnek erejével akarja kirángatni az Európai Unióból, tulajdonképpen kilépésre kényszeríteni, hogy ő beszuszakolja egy európai irodalomba. Egészen rémisztő is. Ennek az őrületnek itt Dobrevék személyében még Magyarországon is van. De most nem válaszol a kérdésem, mert bármiáron megállapodunk Brüsszellel, vagy... Vessenek magukra. Bármi áron nem, de hogy is, hát szó sem lehet róla, nem fogjuk a nevünket adni ahhoz, hogy az Európai Uniót szétverjék, szubjektív politikai feltételekhez büntetést kötni, az egyébként a legrosszabb kommunista időket idézi. Egészen rémisztő, hogy mennyire távol lévő egymástól, egymással semmilyen módon nem találkozó életben sokszor mondatok hangzanak el a két oldaltól. Na, ez kaland lesz összehozni. Hétfő este megpróbálunk ezzel valamit kezdeni. Köszönöm szépen. Képviselő, köszönöm szépen. Köszönöm.